26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Karcsi, intubációhoz készülünk hozzá, jó? Jó. Ez a helyes számolás, mikor elkezdjük a mellkas kompressziót. Ezt azonnal meg kell kezdeni, amikor érezzük, hogy a betegnek nincs pulzusa. A szegedi mentőcsapatnak ugyanezt a mozdulatsort alig egy perc alatt kellett végrehajtani Csillebércen. Rádión kaptuk a bejelentéseket, mentünk, meg kellett oldani minden nehéz szituációt, de szerintem ügyesen vettük az akadályokat. Voltak skill feladatok, amik arra mentek rá, hogy megnézzük, hogy mennyire tudjuk használni a mentéstechnikai eszközöket. A háromfő szegedi csapat teljesítményét érmekkel is egy kupával díjazták vasárnap. A szerencseszámuk a 11-es volt, de nem csak nekik. Ugyanezen a napon volt a nemzetközi verseny Csehországban, ahol igazából a szegediek a légimentő színekbe indultak, és ők is a 11-es számot kapták, és mi is a 11-es számot kaptuk, és ők is megnyerték. Pakolnak a mentőtiszti autóval a légimentők. Ezt a kocsit a helikopterrel párhuzamosan használják, csak a sürgős esethez riasztják őket, akkor száll fel a gép. Csehországban csak légi feladatokat kapott a 4 fős csapat. Ők az orvosi szintű mentőállomás kategóriájában végeztek az első helyen. 10 komplex szakmai feladatot kellett megoldaniuk. Ebből 9 volt kifejezetten mentési feladat, egy pedig a PIN technikával való kötélen ereszkedés 3 emelet magasságból. A 9 mentési feladat az gyakorlatilag felölelte a teljes prehospitális mentési spektrumot, volt tömeges balesetünk, volt több súlyos sérült, volt mérgezés, volt gyermekgyógyászati ellátás, de gyakorlatilag amikkel a mindennapokban foglalkozunk, picit mindegyik feladat kitekerve. A szegedi légimentők ezt a versenyt már másodszor nyerték meg, míg az úgynevezett földi csapatnak ez volt az első győzelme. Azt mondják, a szakmában itthon és külföldön is nagy a presztízse annak, aki jól szerepel ezeken a megmérettetéseken.